Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Harris lengyel kocsik egyik talán legszembetűnőbb és számomra legzavaróbb hibáját, az ajtónak a festését fogom nektek bemutatni, hogy hogy javítottam ki. Az egészhez az alapötletet egy modellező társunk anyaga adta, ő töltött föl róla a képet, hogy hasonló módszerrel tette szebbé a kocsit. Nézzük a hozzávalókat. Kelleni fog Máfral 5009-es, az urkék, szabvány színű modellfesték, Kelleni fog maszkolószalag, és olyan vékony ecset, amivel apró precíziós munkát tudunk elvégezni. Az egész ajtót nem fogom újra festeni, csak azt a vékony keret részét, ahova a gyártó a szürke színt túlfestette. Ez a rész, ez eleve kiáll a modellből, így valamennyivel könnyebb dolgom van, mint hogyha ez síkba lenne, egyszerűbb így a maszkolás is. Ahhoz, hogy a maszkolószalagot föl tudjam helyezni az ajtó köré, először el kell távolítani onnan azt a kis kapaszkodót, majd szépen euh, csíkonként felragasztottam a maszkoló szalagot, ügyelve arra, hogy a lehető legjobban illeszkedjen oda a sík felületekre, és hogy euh, ne legyen buborékos sehol. Ezt egy ilyen kis csipesszel eligazgattam. Az ajtó belső részét is ugye ki kellett maszkolnom, ott se szerettem volna, hogyha véletlenül rámegy a festék olyan részekre, ahova nem kéne, és akkor a szürkét is lehetne újra festeni én ezt a modellent hobbis is mav szabványú modellfestéket használom van hozzá külön speciális higító Igazándiból most úgy döntöttem, hogy nem légecsetezek, hanem ezzel a vékony ecsettel fogom megoldani a dolgot. Ecsettel is szép munkát tudunk végezni, hogyha gyakorlottak vagyunk. Jó, fölráztam a modellfestéket, majd nagyon finoman, nagyon kis picit festékeztem csak be az ecsetnek a hegyét éppen, és ilyen kis finom mozdulatokkal egy picit megdöntve az ecsetet próbáltam ugye úgy festeni, hogy igazándiból csak a tetejére menjen ennek a kis peremnek, lehet és alá ne folyjon be annyi, illetve hogy arra kell figyelni, hogy nem szabad túl sok modellfestéket használni, tehát inkább kevesebbet használjunk, és akkor többször még áthúzogatjuk a felületet. Miután elkészült, és egy picit megszívta magát a festék, szépen leszettem a maszkoló szalagokat onnan, és egy dolog volt itt még hátra, hogy azt a részét a, a keretnek, ami ott alul van, és ugye fette a maszkolószalag, azt még egy picit megpöttyintettem ilyen kék festékkel, az egy nagyon-nagyon-nagyon kis pici rész, de ott ugye az ajtó alján az azért látható, hogyha szürke maradt. És íme a végeredmény. Hát nem mondom azt, hogy tökéletes, nagyon közelről, makrózva, nagyítóval, illetve mikroszkoppal nézve azért látszik, hogy egy nagyon picit előtt a színe, hiszen ugye valószínűleg nem pontosan olyan festékkel festettem, mint a gyártó, de azért megfelelő távolságból nézve, olyan távolságból, ahonnan az ember a járműveit legtöbbször nézi, nagyon meggyőző eredményt ad, és nagyon sokat dob a modellen, hogy nem lóg túl a szürke szín ott az ajtónak arra a részére, amire nem kellene. Hát aki kicsit gyakorlottabb, mint én, nem ilyen remegős kezű és sokkal ügyesebb, az valószínűleg sokkal szebb munkát tud végezni ezen a téren. Illetve lehet próbálkozni egyéni festék színkeveréssel is, hogy jobban eltaláljuk azt a gyári kocsinak a színét, de szerintem így se zavaró az egész. Terepasztalra téve szerintem nagyon szép eredményt ad, abszolút vállalható és sokkal jobban visszaadja az ajtó karakterét szerintem, és az egész kocsi egy picit másabb, jobban hasonlít így szerintem az eredetire. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!